Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más kép? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. A paraszti világból a színpadra. Sós Imre mély szegénységben nevelkedett, majd a véletlennek és kimagasló tehetségének köszönhetően egyszer csak a színház és filmművészeti főiskolán találta magát, és lett a korszak első számú filmsztárja. Olyan megkerülhetetlen filmek főszereplője volt, mint a Ludas Matyi vagy a Körhinta, utóbbiban Törőcsik Mari partnerét alakította. A sikerek ellenére folyamatos megfelelni vágyás és önbizalom hiány jellemezte karrierjét, amit véletlenül felerősített az is, hogy idővel a rákosi rendszer kegyeltyeként hivatkoztak rá. Halálának körülményei máig megrázóak és tisztázatlanok, mint ahogy utolsó, végzetes szerelmének története is. Sós Imre mindösszesen 27 éves volt, amikor meghalt. Ezúttal Kocsis El Mihályjal, Bezsenyi Tamással és Győrei Zsolttal beszélgetek. Egyetérthetünk abban, hogy a magyar színház történetben nem volt ennél mélyebbről ilyen magasságokig jutó magyar színész Sós kívül? Hát bizonyos megszorításokkal, mert hogy együtt szokták emlegetni a Horvátorit és a Szirtes Ádámot, akik ugye ebben a, ebben a felhozatalban voltak benne. De talán ilyen és méről tudod, egyikük sem indult. Talán ilyen méről egyikük sem indult valóban. Nagy valószínűséggel a Sósimre ő valóban. Egy nagyon szegény családból. Család. nyolc gyerekes család, ö, sz, igen szegény sorból. Analfabéták, né, is, analfabéták voltak a a családba. is voltak a családban. A, a Sós Imre édesanyja, még abban az időben is, amikor a fia már ismert ö, országos hírű filmszínész volt, túl a Matyin, bizony még késő őszig mezitlábjárt nem biztos, hogy azért, mert nem volt cipője, hanem azért, mert így szokták meg. Ő pár éves korától dolgozott, volt kondás, tarlón is dolgozott, tehát egy klasszikus hát egy klassz, sor volt. klasszikus, szift, fél zselléri sors. Amikor ő bekerül a főiskolára. E, e, igen. Azt kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen zseniként kezelik. Tehát oda megy, legendás történet, hogy Mezitláb áll színpadra, föltörte a cipő a lábát, mert tulajdonképpen ő akkor elkeveredett Budapesten lévén, hogy életébe először jártott. járt ott, Gobilda nyakába ugrik, a, a Somlai Artúr azt mondja, hogy az elképesztő, ő neki, ez az ugrás, már csak ez, igen. még nem a stárság, csak ez, ez már megzavarhatta a fejét? Igen, hát ugye kedvenc fordulat volt később, már az ötvenes évek közepétől, és különösen a halála után a úgynevezett Kesson betegséget emlegetni vele kapcsolatosan, elsősorban vele kapcsolatosan, hogy hát túl hirtelen, túl nagy mélységből emelkedett fel a magasságba, anélkül, hogy a megfelelő szinteken lett volna alkalma. Erről ki tehetett? Akkor? akkor tehetett, és ö, ö, hát sok, sok, minden, ugye, hogyha azért végig, végignézzük ö, a, az ő pályafutását, különböző megnyilvánulásokat róla, vele kapcsolatosan, barátit is, kicsit ellenségeset, irigykedőt is, minden, azért össze lehet tenni olyan értelemben is, hogy, hogy, hogy nem pusztán a kor, nem pusztán a politika, nem pusztán a szociológiai háttér, hanem egy kicsit az idegrendszeri háttér is tehetett. Tehát ő egy rendkívül érzékeny ember volt, amint az egy művésztől is várható, azt hiszem, hogy, hogy kellő, kellő érzékenységgel rendelkező, De hogy aztán itt hol van ugye a határ a, 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 az egészséges érzékenység és már a, a klinikai ö, érzékenység között, hát azt nagyon nehéz megítélni. Különösen, amikor aztán erre olyan ö, dolgok ö, jönnek rá, mint az ő. Nyugodtan lehet mondani, hogy beteges alkoholizmusa. Ugyan sokat ívott. Hát állítólag sokat Ha Habár itt megint ellenmondásos dolgok vannak olyan értelemben, hogy, hogy azt mondják, hogy miatta soha nem maradt el előadás, ő mindig összekaparta magát annyira, hogy színpadra tudjon lépni ha bár ugye a madás színházi időszakában, az utolsó időszakában ő neki már nem voltak nagy szerepei, egészen kis szerepeket nem mi kapott. Volt? Hát ez amiatt volt, amiről ja, már a bevezetőbe kezdtünk el beszélgetni, ugye, hogy itt a kor megváltozóban volt, már úgy Úgymond a paraszt hősök önmagába véve már nem voltak olyan érdekesek, sem a művészet, sem a politika számára talán. Mindez, hogyha összeadódik, és ehhez megvannak a megfelelő partnerek is, akkor az ember szívesen nyol a pohár után. De ha ehhez hozzáveszünk, hogy, hogy reggeltől estig cigarettázott, mm. szétitta magát, hát ez, ez, ugye nem, nem a, a hangszálak ápolásáról szó éppenséggel. Noha már főiskolás korában is több hétre, sőt volt, hogy, hogy hónapokra őt úgy, úgymond szanatóriumi körülmények közé elküldték, hogy egy kicsit Regenerálódjon a hangja. Ugye ő egy nagyon mély szegénységből jövő ö, családból jön, analfabéták is voltak, nyolcan voltak gyerekek. Abból a közegből tulajdonképpen eljutni a színház és filmművészeti főiskoláig az egy beláthatatlan messzeség? Tehát akkor az egy felfoghatatlan táv volt, ugye? Igen, igen, bár ugye abból a történetből kiindulva, hogy állítólag a liba legelőn találta meg a szabad népnek a felhívását, amelyik pontosan az ilyen vidéki fiatalokat kereste és várt a színházművészeti főiskolára, a színművészeti főiskolára, az azt mutatja, hogy, hogy ezek a karrier történetek elvileg a rendszer oldaláról nyitottak voltak, tehát egy, egy igény megjelent bennük, és aztán, hogy ekkora halad fognak, azt, azt valószínűleg ők is csak akkor vették észre, ami a hálójuk akadt. Ahol mikor vette észre? Hát már a főiskolán érték olyan megdicsülések és olyan megrázkódtatások, amelyek ennek az élménynek ezt a teljesen ambivalens jellegét erősítették. Mondasz mindegyikre egy-egy példát? Tehát a megdicsőülésre és a megrázkódtatásra. Az horvát Teri meséli el az a pályatárs, évfolyamtárs, legendás kolléganő, akinek ö, Hubai a szintén szerepet ír, ö, hogy, ö, hogy amikor Róma és Júliát próbáltak például, akkor ö, akkor aki jól csinál, ezt elviszem a cukrázdába, mondta a tanárok, és aztán alig győzték magukba tömni a süteményt, miközben, miközben a tanárok azt mondta nekik, hogy, hogy ilyen ö, nagyszerű párossal ő még igazából a profi színházak világában sem találkozott. Ez, ez, ez mindenképpen egy, 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 olyan pillanat lehetett, ami, ami alkalmat ad a, a, a szédülésre. Ugyanakkor, amikor elvégzi a főiskolát, akkor a róla szóló Jelentés az már a nehezen összeférhetőséget, a, a részegességet, a, a hirtelen indulatváltásokat felemlíti, valamint azt is, hogy már ekkor sem járt rendesen a tanácstag létére a, a tanácsülésekre, nem vett részt a disz üléseken, hogy marxizmus-leninizmusból, ami akkor elég fontos volt a színművészeti főiskán, ugyanúgy, mint bármit vissza, bárhol visszaminősítették. Tehát, tehát valószínűleg már elindult az, hogy, hogy egyfelől a, a tehetsége tehetség előre, másrészt a tehetségéből következő Hát talán ilyen kevéssé szabálytisztelete és öntörvényűsége az, az folyamatosan konfliktusok forrása lehetett. Ővel elszaladt taló? Ö, nem, azt nem hiszem, hogy túlzottan elhitte volna magát. Ö, inkább az lehetett az élménye. Valószínűleg azt, azt érezhette, hogy és visszajelzések is voltak arra, hogy nagyon jól csinálja azt, amit csinál. Ö, visszaemlékezések szerint ő sokszor érezhette azt, hogy őt lenézik a kollégák. Lehet, hogy kezdetben irigyelték, de ez átváltott egy ilyen, mit akar itt ez a parasz gyerek? Igen, vagy átváltott, vagy ugyanannak az éremnek a másik oldala. Tehát, hogy, a, hogy igazából az a fajta irítség, ami, ami, ennek, a, ennek az ösztönös tehetségnek szól, az, az nagyon gyakran találja meg a mentségét a, az ilyesfajta gunyorkodásban és rossz indulatban. Konkrét sebekről is tudsz, amit el kellett viselnie? Kollégáktól, forgatásokon, cikkekben? Ö, sokan kötöttek bele, sokan csúfolták. Azért megy le Vámos László Debrecenbe vendég rendezni, hogy neki adja a Rómeót. Ez, ez valószínűleg sokakban kelt irigységet, és aztán az, hogy meg is csinálja a paraszt gyerek a Rómeót, az, az, az ezt az irigységet nyilvánvalóan csak fokozza. Azzal egyetértesz, hogy például a Törőcsik Mari azt mondta, hogy az ő nagy tragédiája már, mint Sósé, az volt, hogy bekerült egy skatujába a parasz Noha, mondja Törőcsik, ő voltaképpen Hamlet volt. Ő olyan elegánsan, nagyvilágiasan és előkelően tudott létezni, akár csak a hétköznapi életben mondja ezt Törőcsik, talán neki hihetünk, is látta közelről, hogy ezt nem vették észre az akkori rendezők és a magyar színházi szakma. Igen, ez, ez egyébként maga, maga a tünet is nagyon érdekes. Onnét indul egy, egy másik storyból, hogy, hogy a, a Rátkai Márton az egyik rendezésében a kargyónét rendezte, megmutatta, hogy kell sétabottal járni kell még a főiskolán, és a Sós Imre, aki a lipitlottyot játszotta, megfogta a sétabotot, és úgy utána csinálta az emlékezések szerint a világ életében márványpadlón járt volna. Szóval volt egy, volt egy ilyen oldal, és azt egyébként nem csak a törőcsik panaszolja fel, de maga a Sós Imre is egy 54 januárjában készült interjúban, hogy, hogy igen, beskatujázzák, de olyannyira beskatújázzák, hogy, hogy, hogy például még munkás fiatal se szeretnek rábízni, csak gyereket, akinek általában az a sorsa, és akkor ilyen elmesél ilyen ironikusan ilyen dramaturgiai vázlatokat, hogy általában egy víznek a partján sétálok a szerelmemmel, általában hátulról vesznek, általában nem csókolhatom szájon, és általában a történet későbbi pontján egy ideig megmakacsolom magam, és aztán önkritikát gyakorlok, és fejlődök egyet. Tehát, hogy... Ennyire ott... kiszámítható és sematikus volt az ő Ö, szerepköre. Igen igen, igen, igen. Ha már ezt említed, az ő műveltségbeli hiányosságai, őt mennyire frusztrálták? Az, hogy ő öt elemet végzett, nem tudják pontosan rekonstruálni, de a pontosnak tetsző visszaemlékezések szerint ötnél többet nem gondolnak. Uh -huh. ö, nyilván frusztrálhatta, tehát ö, igazából az, hogy, hogy a színművészetén én óriási lépésekben igyekezett behozni a, igyekezett? a társait. Tehát ő monomániásan fejlődni akart? Nagyon, nagyon, sokat tanult, képezte magát, és, és állandóan. Tehát, hogy, hogy, nyilván ez a, ez a neofita buzgalom ennek a, ennek a mélyén mindig, mindig, ott van ez a kisebbségi érzés. És, és várta azokat a kiugrási lehetőségeket, amelyek ezt, ezt érvényesítik. Ezt, a, ezt, az ambícióját. Ez a Hamlet például a nagy szerepálma volt, a Dajka Margit azt meséli, hogy, hogy a Sári Bíró premierére egy hamlet kötetet adott neki, hogy a jövendő nagy hamletjének. Ezt írta bele. Ezt írta bele. Van olyan legenda, amely szerint ezt ott találták a, a Sós Imre mellett a, a, az öngyilkosság a helyszínén, de minden a hamlet az nagy, nagy szerepálma volt. 56, az mennyibe volt nagy törés neki? Ugye eladdig ő a rendszer sztárja, arca, plokát, arca ikonja volt. 56-ban nagyon sokan, legalábbis én ilyes olvastam, ellene fordultak. Volt, aki köpött az utcá, amikor meglátta őt, mondván, hogy annak a rendszernek, amit megdönteni szerettek volna, ő az egyik emblémája. Ez őt megtörte? Valószínűleg nagyon sok olyan tényező volt, amelyik egyszerre hatott oda, hogy hogy, hogy nagyon meghasonlott magával. Három testvére menekült nyugatra. 56-ban. Uh -huh, Ferrari Violetta szintén diszidált. Aki nagy szerelme volt. Nagy szerelme volt. Ez viszonzott szerelem volt? A Ferrari Violetta szerint nem barátság volt. És hát ők ugye már a színművészetén találkoztak, és aztán a Ferrari viatta nagyon hamar feleségül ment a Bástihoz, akitől aztán viszonylag hamar el is vált, de ennek ellenére nem a Sós Imrét választotta. Tehát Sós Imre reménytelenül és megáltalkodottan szerette Ferrari Violettát, aki haverként vagy barátként gondolta. Így, így. Igen, igen, így tűnik a visszaemlékezésekből. Amikor a művésznő kiment külföldre, Sós Imre elkezdett még jobban inni? Elkezdett még jobban, illetve van egy... Szívesen húznak ilyen okokozati, vagy szívesen állítják ezt ilyen okokozati összefüggésbe, hogy, hogy közvetlenül a Ferrari Violetta diszidálása okozta az, hogy megkísérelt egy öngyilkosságot. Ez, ez vagy, vagy, ez volt, vagy nem ez, minden esetre úgy tűnik, hogy 57 március vége felé ö, kísérelt meg egy öngyilkosságot. Bekerült a János kórházba, és ott ismerte meg orvosaként a későbbi, igen, rövid ideig feleségét, Perési Edviget. Ugye részeg józanunk van írja Müller Péter, aki személyesen ismerte ezt a házaspárt, hogy neki az volt az érzése, hogy ezeknek az embereknek Isten igazából nem volt miről beszélgetniük. Ugye egy több nyelvet beszélő, hihetetlen olva olvasott, zsidó családból származó, előkelő pszichológus nőről beszélünk, és egy paraszti sorból származó, még saját magát is talán műveletlennek gondoló paraszfiúról. Uh -huh. Volt ennek bármilyen aspektusból, bármikor is minimális életképessége ennek a kapcsolatnak? Én azt gondolom, hogy az ilyen, hogy mondjam, ez ilyen kölcsönösen kielégíthető ambíciók, illetve a, 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 hiányérzetek, amit egy másik ember esetleg begyógyíthat, azok, azok jelenthetik egy kapcsolat alapját. Tehát, hogy, és jó esetben ez, ez jó eset, nem jó eset, mindegy. Tehát adott esetben ez működhet hosszú időn keresztül. Tehát valószínűleg a, a, ahogyan a, a hölgy a, ezt az ösztönös zsenét és népszerű színészt és és, és bálványt csodálta a sósímrében, és ez, ez valamennyire akár válasz is lehetett volna valamilyen csillogni vágyására, vagy, vagy pozícióigényére. A, a Sós Imre valószínűleg pont azt az értelmiségi attitűdöt, azt a nagy tudást, azt a magabiztos mozgást ebben a környezetben vette észre, és, és, és csodálta ebben az orvosnőben, aki állítólag a beteg ágyánál a ham szemletből angolul olvasott fel neki, ami, amit saját magából hiányolt. És, és ez akár talán működhetett volna, ha, 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 nem érkezik mind a kettő olyan teherrel, ami, ami ezt, a, ezt a házasságot pótcselekvéssé Ez az volt? Nekem gyanús, tehát ö, hát végül is így a, a én Ferrari Violetta nemrég diszidált, hónapokkal azelőtt, a Sós valószínűleg még ennek a hatása alatt tehát A Hedvignek szintén volt korábban egy vőlegénye. Szintén pszichiáter. Igen, így van. És, és hát ahhoz képest, hogy május közepén házasodtak össze, ahhoz képest június 20-án már halottak voltak. Egy hónapig voltak házasok? Ő, ő egy hónapig, vagy nem, nem tudom pontos az esküvők dátumát, de nagyjából egy hónapig. Meddig jártak? Hát ö, majdnem a kétszeresét vagy háromszorosát, azt lehet mondani. Tehát összesen ha, négy most, hónapig tartott ez a kapcsolat? Március végén került a kórházba, a Imre, ahol megismerte ezt a hölgyet. Tehát mondjuk ilyen erős tavasz, mondjuk, mondjuk így, tehát hogy ilyen április-május iszonyatos nagy szenvedélyek, indulatok és szándékok csaphattak ott. Nagyon, nagyon erős Szerint. és hirtelen egymásba kapaszkodás, azt hiszem. Tehát itt, a, itt valószínűleg a, a, a nem biztos, hogy találkozó indulatok voltak erősek, inkább az érkező indulatok. Tehát az, a, az, amit mind a két ember hozott, és, és amit, amit hirtelen felfedezni vélt a másikba, és, és amivel talán azt hitte, hogy most valamilyen balsósnak revansot lehet adni. Perjési Hedviggel való kapcsolata, ami aztán igazán eljuttatta őt a végzethez és a tragédiához. Ugye egyszer bevitték őt János nem, kórházba, János korházba, nem tudom, hanyadik öngyilkossági kísérlete során. Sokadik Sokadik, ugye? Ő már többször megpróbált öngyilkossal is. Többször sósíme. megpróbált, és ö, akkor ö, egyébként is olyan állapotban volt állítólag, hogy hát nem, nem lehetett egyedül hagyni, Ugye közvetlenül az öngyilkossági kísérlet után a horvát teri állítólag a saját lakására vitte el, és akkor azt az éjszakát, hajnalt azt ott töltötte, de hát egyedül kellett volna hagyni a lakásba, és azt sem tudta vállalni, és akkor rá ö, ö, beszélték arra, hogy hát ö, m, vigyék be a János kórházba. Itt találkozott Perési Hedvigel, aki a, egy pszichiáter hölgy volt. pszichiáter hölgy volt, és ő volt a kezelő és egymásba szerettek. Hát igen, ugye ez is egy tipikus helyzet állítólag, hogy a páciens és az orvos a ilyen pszichológiai, pszichiáteri kapcsolatban nagyon könnyen érzelmi kapcsolat alakul ki a két fél között. De hát ha hinni lehet a korabeli véleményeknek, és ebbe a Müller-Péter könyvére kell elsősorban hivatkoznom, a részek józanokra. Müller Péternek egyértelműen az a véleménye ma már, hogy Sós Imre nem lett öngyilkos, Sós Imrét a felesége öltve meg. Akkor ott a végzetes éjszakán ő meg akart halni? Ott nagy valószínűséggel meg akart halni, de... te, te kettős öngyilkosságra gyarakszol. Én azt gondolom, hogy a, a annak a bizonytalanná tétele, hogy ez most öngyilkosság volt te vagy nem, az egyfelől most már egy olyan utólagos konstrukció, ami mondjuk egy-egy könyvnek, vagy valamilyen filmnek, vagy valamilyen online újságcikknek mondjuk a kattintás számát tudja növelni, de, de valódi tét és valódi lehetőség az értelmezésre nincs. Én azt gondolom, hogy az, hogy euh, ugye a, a Perés Jedvignek a az úgynevezett búcsú levele, az euh, tartalmaz ugye egy olyan kitételt, hogy, hogy, a gyilkos én vagyok, amit ugye... Ez az írta. Így van, és amit egyébként Müller Péter, aki foglalkozott a, a, a ezzel a házaspárral, és egyáltalán az ő ö, hát eléggé ö, vehemens és ilyen héjanász a kapcsolatukkal, az próbálta, én azt gondolom ebből kikövetkeztetni, mint hogyha maga Perjési vette volna rá ö, ö, sóst, vagy legalábbis valami tragédia balesetként lehetne ezt értelmezni. Én Ugye annyit gond... tudunk, hogy együtt töltötték az estét, azt Így hiszem van. négyesben, Müller Péter is ott volt velük. Így van az elején, igen. Ö, nagyon beitalozott sós, Berúgva elrohant, ez rá akkor, ebben az időszakban már jellemző volt. Teljes mértékben. Zaklatottan értek haza, izgult is Hedvig, akit haza kísért Müller Péter, hogy mi várja majd otthon, egy kiszámíthatatlan, szexélyes, rabiátus ember volt már az utóbbi időszakban Sós Imre. Müller Péter fölengette őt a lakásba, és a következő nap hallotta a hírt, hogy ketten ö, gáz. Így van, a világítógázt De... ott magukra nyitották Nyitva a te a konyhába. Annyit tudunk, hogy... A hölgy ráborult a rezsóra, ugye? Így van. Mi, még... -e Hokedlin? Hokedlin még Sós imre menekülőre fogta, és kaparta az ajtót és a küszöböt. Így, ha ő ki akart jutni? Igen. Ebből következik-e bármi? Hát ebből két dolog ö, tud következni. Az egyik az az, hogy a, a, az öngyilkosságoknak a az egyik problematikája az az, hogy az utolsó ilyen végzetes pillanatban előfordul az, hogy az ember hát vagy egy kiszámíthatatlan, de mégis az élni akarás miatt valamilyen radikális döntésre szánja el magát, de az is előfordul egyébként gáznál és nyilván amúgy az akasztásnál is, hogy megpróbálja az ember kiszabadítani magát. De ezek olyan természetszerű, ösztönszerű reakciók, amiknek egyébként a, az előfordulása az hát nem unikális, nem egyedi, és ugyanakkor pedig az, hogy ami ennél a úgynevezett búcsúlevélnél fontos szerintem, ez a gyilkos vagyok, az sokkal inkább valami olyasminek az elismerése egy pszichiáter részéről, hogy nem tudja azt az embert megmenteni, aki neki fontos, akit ő szeret, és akinek a, hát ahogy te ő, szerintem szemléletesen fogalmaztál, rabiátus viselkedését, azt nem tudja egy ilyen egészségesebb formába áttransportálni. Tehát Hedvig kudarcként élte azt, meg hogy is nem is megmenteni Sós Imrét. És úgy döntött, vagy úgy döntöttek, hogy ketten méget vetnek az életüknek. Így van. Az, hogy baleset lett volna, hát az pedig sajnos nem is abból a szempontból um, hát ideáltipikus, vagy vagy mondjuk úgy, hogy a, a, a valóságban az össze nem egyeztethető, az, az és ahhoz nem is kell feltétlenül nagyon sok önkezűség helyszínén részt venni, hanem csak egyszerűen ha az ember mondjuk olvasta Kertészákos Sikátor című regényét, vagy a makrát, akkor tudja, hogy ezt ebben a, az elkövetési módban így nem lehet ezt balesetként ö, létrehozni, vagy előidézni? Az egy nagyon erős, és ö, kegyetlen kérdés, de szerinted Hedvignek nem lehettek nagyon komoly pszichés és mentális problémái? Tudomásom szerint az előző vőlegénye, aki szintén szakmabeli volt, Ott. beszámolt arról, hogy őt már megpróbálta rávenni egy kettős öngyilkosságra, csak ez a fiatal ember az utolsó pillanatban valahogy ki tudott szabadulni a konyhából. Az, aki nem akar öngyilkos lenni, azt nem tudja rávenni egyébként az élettárs. Tehát erre egyébként Petri György költő az egyik legjobb példa, pedig őt sem feltétlenül a stabil életvezetés miatt tiszteljük, de az ő élettársa, a maya, ugye akinek az öngyilkosságát ő konkrétan csak a másik szobából még végig is követte, fel sem merült, hogy ő vele közös öngyilkosságot követne el. Az, hogy egyébként az, aki erre hajlamos, vagy van egyfajta depresszív és még inkább ilyen típusú defetista szemlélete, az persze triggerelheti azt, hogy egy másik embernek a hasonló gondolkodását, de Sós Imre esetében ez a gondolat benne önmagában már sokszor megfordult Inkább azt mondanám, hogy a gyilkos én vagyok alatt az a fontos, és az, hogy egyébként ebben közreműködő volt a, a Hedvig, az, az támasztja alá, hogy valóban én, én is azt gondolom, hogy nem volt egy jó érzelmi és mentális állapotban ez a hölgy, mint pszichiáter a János Kórházban, amikor már találkoznak, de attól még egyébként ő csak belátta szerintem azt, amiről a Sós Imre viszont, mint egy ilyen nagyon vehemens és hát a korszakban még ráadásul előszeretettel ünnepelt színészként teátrálisan meg is akarta győzni, hiszen itt neki az egy fontos dolog volt, amit ő korábban Szirtes Ádámnak és egyébként a nővérének is mondott, hogy hát lehet, hogy mi a népi demokráciának vagyunk a szerencsétlensége vagy a, a balesete, és Igazából ő azt nem hiszem, hogy be fel tudta dolgozni, hogy azt a karakter színészt kellett volna már eljátszania, amire ő alkalmatlan volt. Egyáltalán nem hőstípus karakter, az nem volt már neki megfelelő, nem is feküdt számára, és ezt szerintem belátta is azt, hogy ez... Innen nézve folytathatatlan az ő élete. ez belátta szerintem a Hedvig is, és persze egymásra rásegítettek, de mégis azt hiszem a Soshimrének a, a hatása az, ami döntő. Szerinted mi volt az igazán nagy ö, lökés a lejtőn Soshimrének? Az, hogy nem mehetett ki Kámba a körhinta bemutatójára, ami azért egy nagy nemzetközi kellett. Ő ezt nem élhette, tehát nem engedte ki a rendszer. Nem mehetett ki a moszkvai vitre. Erről mondta Szírtes Ádám legjobb barátja hogy megbontották az Imrét. És én, mondta Szirtes Ádám magam, magáról, ő egy erősebb lelkületű ember. Sós ezt nem bírta el. Igen. Ö, valószínűleg több, több, irányból, tehát, tehát az, hogy ő megérkezik valahova, nyilván az lehetett az alapvető vágya, ami, ami mindenkinek, hogy most őt szeretni fogják azért, mert, mert tehetséges. Az, hogy támadások érik, irítség veszi körül emiatt, hogy... Hogy kevés emberben bízhat, hogy, hogy, hogy politikailag is időnként olyan, mintha félreállítanák, közben mások pedig elvileg azért haragszanak rá, mert a politika kegyence. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez sok olyan apróság, elkezd játszani a, a darvassal, a goldóniban, a hazugban és aztán a darvast néhány hónap múlva letartóztatják, és hát a politikai rendőrség őt is beidézi, hogy tanúskodjék. Tehát, hogy, hogy annyi, annyian pofon éri valószínűleg, és annyira nehéz ennek a rendszernek a keretei közt valahogy összelegózni azt, hogy, hogy én elmozdultam valahová, megérkeztem, valahonnan megérkeztem valahová, ez eleve egy, egy valószínűleg egy nagy lelki trauma, de, de mindezt azzal, hogy, hogy, ahova megérkeztem, oda nem tartozom, mert valamilyen értemben bármikor számon kérik rajtam azt, hogy honnét jövök, viszont ahonnét eljöttem, onnét már eljöttem. Ráadásul a művészetem nem véd meg attól, hogy, hogy bármilyen politikai hozzáállást, ö, szerepvállalást, bármilyen oldal felé számon kérjenek rajtam, tehát hogy ez, ez így nagyon-nagyon sok lehetett. És egy olyan embernél, aki, aki valószínűleg a kezdetektől fogva úgy értem, hogy a karrierje beindulásától fogva oldotta a feszültségeit a alkohollal, ez, ez, ez egyre erősebb lehetett. Ugye a végén ez már nagyon elszabadult. És végén ez nagyon elszabadult, illetve arról is találtam egy, egy megjegyzést, hogy a felesége még a morfiumra is rászoktatta abban a rövid időben, amíg amíg uh, erre lehetősége Tehát volt. Tehát drogfüggő volt a végén már sorsomra. Igen. Gyógyszereket is szedett, amire így nem van. lehet volna szabad innia. Így van, így van. És hát egy ilyen, egy ilyen, kapaszkodás minden irányba. E, azt, azt olvastam az Ablonci cikkben, hogy, hogy, az az ügynök, aki, aki jelentett róla, az azt is feljegyezte róla, hogy, hogy olyan, olyan területen is szétesett, hogy, hogy, hogy aztán már fiúbarátai is kezdtek lenni. Tehát már be, szexuális? bemelegedett, ahogy az ügynök állítólag fogalmazott. E, tehát, hogy, hogy, hogy hogy egy, egyfajta személyiség, egyfajta integritásának a szétsúszása következhetett bennek a sokféle traumának az együttes hatására. Te úgy gondolod, ha nem üstökösszerű mindez? És lépésről lépésre az ember végső soron minden egyes állomást meg tud emészteni, azoknak az állomásoknak a perspektíváját, bölcsességét, stációit át tudja élni? Kikerülhetetlen? Kikerülhető lett volna ez a vég? Hogyha nem egy ilyen istentelen nagy üstökös sors az övé, hogy a semmiből a hihetetlen nagy nagyságba, fényességbe, magasságba, hanem van egy lépcsőzetesség. Könnyen lehet, hogy igen, hogyha nincs a, nincs a korszak gondolkodásában egy, egy olyan politikai önigazolási vágy, hogy felmutassuk pont ezeket a szegény sorsú fiatalokat és ezeknek a tehetségét és a hirtelen berobbanását. Igen, igen. Valószínűleg lehetett volna, ez egy, ez egy másik karriertörténet, ha itt most két mondatban lehet párhuzamot mondani, nekem a kosztolány jut az eszembe. Aki ugyanúgy eljön Szabadkáról, ami, ami egy polgári környezet és egy sokkal védőbb környezet és nem kell ekkorát ugrani a társadalmilag, de így is lépésről lépésre birkózik meg azzal, hogy, hogy országos hírű író íróköltő lesz belőle, és valahogy ezt a, ezt a szakadékot mindig érzés és mindig ki is fejezi a művészetében, de ő úgy csinálta ezt úgy lépésről lépésre és valószínűleg egy sokkal erősebb idegrendszerre hogy megcsinált egy, egy csodálatos karriert vissza még a végzetes éjszakához, azzal sem tartott fontosnak foglalkozni, hogy egyes vélemények szerint egy harmadik ember bőrét találták. Azt hiszem Sós Imre körme alatt. Így van, igen. Amiről inkább ugye azt tudjuk, hogy azért lehet ugye eleve harmadik emberé, mert hogy az embernek, ha a saját magán nincs ugye olyan felszíni hámsérülés, akkor ugye a saját magától eleve nem származhat. Az pedig, hogy egyébként nem a Hedviktől származik, ugye annak meg szintén az lehetett az alapja, hogy rajta nem voltak ilyen típusú bántalmazási nyomok. Ez az, ami miatt egyébként logikailag egyértelműsíthető, és hát eléggé komolyan valószínűsíthető, hogy ez egy harmadik személytől származik, de minden ezen túlmenő gondolat, és már ezt is egyébként így le kellene írni, vagy el kéne mondani, mert hogy csak ez az, ami miatt ez a harmadik személynek a, a egyáltalán az anyagmaradványként való ott léte a helyszínen, az bizonyítható, vagy még inkább csak valószínűsíthető. De M mit keresett ott egy harmadik ember? Hát ez korábban lehetett, én azt gondolom, hogy akkor, amikor még például Müller Péter ott volt velük, vagy adott esetben akkor, mert ugye... Elrohant Sós Imre. Magyarul, ha jó értem, te azt mondod, hogy Sós Imre, amikor elrohant igen. Ö, részegen, ezen a bizonyos éjszakán, simán találkozhatott valakivel, akitől származhat ez a anyagmaradvány. Tehát semmi köze az ott történtekhez, amikor már ketten maradtad. Így van, a környékbeli ö, kocsmák voltak szerintem azok a pontok, ahol egyébként ez a ö, sérülés, vagy egyáltalán ez a kaparás, vagy bármi nemű ö, erőszakos, vagy megragadás az ott ö, a, a Sós Imre részéről ö, megtörténhetett. Szóval amikor az öngyilkosság után ugye a, hely, a rendőrségi helyszíni szemle elkezdődött, tehát állítólag ott rendőrileg olyan elképesztő dolgok történtek, hogy, hogy kitakarították a lakást, megváltoztatták a holtesteknek a, a, a helyszínt senki nem tudja. Müller Péter sem tudja. De erre van hogy... bármi bizonyíték, hogy tényleg megváltoztattak bármit a rendőrök? Állítólag van, igen. De ezt kiállítja Müller Hát Péter? Müller Péter, aki, aki aztán megnézhetett bizonyos rendőri jelentéseket is. A felesége a, 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 a a kórkép alapján, ami kibontakozik, egy rendkívül egzaltált teremtés lehetett. A horváteri könyvéből tudom idézni azt a részt is, mely szerint már szinte napokkal a nagyon gyors házasságkötés után a Imre már sírva ment fel az édesanyjához, hogy hát ez egy mekkora ballépés volt. Már a, a részéről ez a házasság, és hogy legszívesebben menekülne, de, de állítólag, állítólag azt mondta, hogy félek ettől a nőtől. Ezt mondta szó szerint, hogy félek ettől a nőtől, és állítólag a, a doktornő megfenyegette azzal, hogyha elhagyja, akkor őt megöli. Valahol elhangzott az a mondat, hogy félek tőle, valahol elhangzott az, hogy, hogy szeretne ebből a házasságból menekülni, hiszen már maga a házasságkötés is menekülés volt, és egyáltalán ahogy kirajzolódik az a kép, az a, az a ö, ö, szociológiai, pszichológiai, művészi kép, amiben ö, ez a szerencsétlen fiatalember, 27 éves fiatalember 1957 tavaszán, nyarán volt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy. hogy, hogy, hogy Ta, talán nem is lehetett, nem is történhetett volna más, hogy, mint hogy ennek a, ebbe a szakadékba ő beleszédül egyébként, ilyen értem, a vasfüggönyön innen, ugye a 27-es klubjába tudott bekerülni, hiszen ő azért 30-ban születik, és 57-ben ugye pont úgy, mint, mint egy Janis Joplin, vagy egy Jimi Hendrix ö, ö, tragikusan elhúny. Ö, ő, ő igazából már a főiskolán, tehát amikor a Horváth Árpád színész lakik, már ott is egyébként azért italozik, ugye később aztán ö, szírtessel van neki egy olyan közös hát italozó életmódja, ami miatt ugye mind a ketten lekerülnek vidékre, um, ami azért neki már egy trauma volt, szóval eleve már, én azt gondolom, hogy már a korai időszakban volt egy kicsapongó életmódja, de uh, maga a Csokonai Színház, tehát a Debreceni, ilyen értelemben vett számüzetés, az azért volt uh, megint egy diszkrepancia, mert ott ő azt érezte, hogy őt parkolópályára teszik, miközben egyébként a filmgyárba folyamatosan főszerepekre hívják. És így igazából egy... Um, hát egy ilyen sajátos kettőségbe volt és létezett, és a 56 és egyáltalán a Madály színházba való visszakerülése, amit ő eleve vágyott már a főiskola után, és azt gondolta, hogy az elérhető közelségbe van számára, az meg ugye azért lesz hirtelen már egy olyan buborék, ami semmit sem jelent, mert pont az 56-os forradalom, és az adnak a, a lehetőség, hogy például a szerelme Ferrari Violetta diszidál, és adott esetben ő mondjuk azt a népi demokráciának ez a szerencsétlensége, ahogy ő magáról tekint, arra ő azt hiszem, hogy azt feltételezte, hogy ezt Ferrari Violetta a diszidálással meg tudja oldani, túl tud ezen lépni, azzal kapcsolatban ő azt látta, hogy ő viszont beleszorult ebbe a helyzetbe, és most már ő nem fog tudni ebből kilépni, és igazából ő nem is hiszem, hogy reálisan a diszidálással gondolkodott volna, mert ő igazából itthon akart ténykedni, csak ő nem adta meg magának azt a lehetőséget, hogy a, a színészi társak, és még inkább egyébként a rendezők és a színházi vezetők, vagy akár egyébként a filmgyárban ö, olyan alkotók, akikkel dolgozhatott volna a 60-as, 70-es években, azok ö, hát egyszerűen ö, átalakítsák az őróla alkotható képet. Azon gondolkodtam menet közben, hogy abból a mélységből, ahonnan indult sósimre és abba a magasságba, ahova jutott. Ezt épp lélekkel túl lehet élni? Aztán nem könnyű, szédítő lehet. Tehát, hogy ö, talán túlélni túl lehet, de, de hogy ez a fajta perspektíva, hogy visszanéz az ember Megszédíti, és ez a, ez a, és ez a szédülés, ez ez valamilyen módon feldolgozandó, és kinek jobban sikerül, kinek rosszabbul, az bizonyos. Ő neki épélekkel nem sikerült ezt a szédülést túlélnie, ugye? Nem, nem, és ebben egyrészt nyilván nagy szerepet játszott ez a távolság is, amit megtett, másrészt pedig annak a közegnek, a kultúrpolitikai közegnek a kiszámíthatatlansága, amibe, amibe került, ami, ami az egész generációját hol felemelte, hol elejtette. És Ezt miért csinálták? Valószínűleg a... Én arra tippelek, hogy a hatalom gyakorlásának lehetett egy, egy módszere az, hogy, hogy soha ne lehessen senki biztos a saját pozíciójában, mindig bárkit ki lehessen játszani bárki ellenében, hogy, hogy állandóan a részvény állandóan vagy emelkedőben, vagy süllyedőben, és ezért, ezért senki ne terpeszkedhessen nyugodtan és kényelmesen a saját babérjain.